A makói kalambiskola folyamatosan fejlődik, ennek köszönhetően egyre népszerűbb nem csak a térségben, hanem most már szinte országosan is, és újabb fejlesztések, elképzelések, tervek is vannak már a jövőre nézve. Az elmúlt 10 évben két nagyon fontos feladatunk is volt. Az egyik az iskolának a helyi makó és kistérségében vett elismertségét kellett nagy mértékben emelnünk. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen megtörtént, hiszen az elmúlt 2 évben nem csak, hogy egyre több diák jön hozzánk, hanem egyre elkötelezettebb diákok is. Mutatja ezt, hogy az iskolának a tanulmányi átlaga az évről évre emelkedik. Egyéb mutatók is javulnak, gondolok itt a hiányzásokra, a fölvételi arányokra, a felsőiskolai tanulmányokra, illetve a nyelvvizsgák számának a növekedésére. A másik pedig a mezőgazdasági szakmáknak a megítélése, és úgy gondolom, hogy ebben is sikerült nekünk az elmúlt 10 évben nagyon sokat előrelépnünk, hiszen itt az agrárinformatika, az agrárdigitalizáció felé elmozdulva egyre modernebb technológiát tudunk tanítani a diákok részére. Egyre modernebb technológiákkal szereljük föl mi is a traktorjainkat, munkagépeinket, erőgépeinket. Itt említeném meg, hogy egy teljesen új erőgép érkezik az iskolába, ez egy Steyr típusú traktor, amely szintén egy kormányautomatikával van felszerelve. Köszönjük szépen a Agrárminisztériumnak a támogatását ez ügyben. És hát az iskola honlapjára és a Facebook oldalára is felkerültek azok a kis bemutató videók, amelyekben az egyik része például az agrárinformatikával foglalkozik, és ott lehet látni azt a traktor szimulátort, ahol a srácok beállítják az előre a földterületet, amelyen majd a traktor munkát fog végezni, és tulajdonképpen ez a szerkezet ott előttük leszimulálja, megmutatja azt, hogy egy valódi erőgép hogy menne végig ezeken a vonalakon, hogy végezni el ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 10 évi óriási befektetés, energiabefektetés, ez nem veszett kárban. A munka végén még nem vagyunk, de talán a félúton már túljutottunk, hiszen a Galamb József iskola, mint ahogy ön is említette, egyre népszerűbb a diákok körében. A hallgatók kedvéért ezt az agrár digitalizációt fordítsuk már le ilyen űrnyelvről jobban érthetőre, hogy ez pontosan mit is takar. Hát ez szakmánként más-más, ugye a gépészettel kezdeném, a mezőgazdasági gépészek részére az agrár digitalizáció tulajdonképpen egy szűkebb értelemben vett precíziós gazdálkodást jelent, ami például egy erőgépen elhelyezett kormányautomatika, egy műholdas kapcsolatban is kimerülhet, de már ez nagyon megszokott dolog. Példát mondok erre, egy aratás esetén egyébként egy ilyen drón videóval készült filmet meg is nézhetnek a Facebook oldalunkon és az iskolánk honlapján, amikor a kukorica aratást ez a kormányautomatika műholdas kapcsolat segítségével végzi el, oly módon, hogy a tanuló felveszi a táblát a fedélzeti kompjúterben a műholdas kapcsolaton keresztül, és beállítja a különböző információkat, utána pedig az önjáró betakarító gép, ugye a kombányt így nevezzük, teljesen automatikusan kormányhoz való hozzáérés nélkül a legoptimálisabb útvonalon keresztül aratja le a kukoricatáblát, és nyilván akkor ezt lehet tovább fokozni, amikor megtelik a tartálya, akkor értesíti a traktorban lévő fedélzeti kompjútert, hogy az hova menjen, milyen GPS koordinátákon keresztül tudja majd biztosítani ennek a terménynek az átvételét. De ha tovább megyünk, akkor itt beszélhetnénk arról is, hogy ezen a vágóasztalra, ha egy szenzort helyezünk, ami egy súlyautomatikát biztosít, akkor akár négyzetméterenkénti termés átlagot is tudunk mérni. Ezen túl például egy mezőgazdasági technikus tanuló, aki a növénytermesztéssel foglalkozik, ez a traktor kombány által begyűjtött adatokból a műhold segítségével elkészített, vagy drónok segítségével elkészített ortofotókból, tehát ezek tulajdonképpen különböző szűrőkkel ellátott fényképek, fotók, ezekből olyan információkat tud majd későbbiek során kinyárni, ami egy ilyen mezőgazdasági üzem működésében nagy segítséget fog adni, például egy telep irányítási rendszert, vagy egy takarmány optimalizáló rendszert is tud működtetni. Itt egy-egy nagyobb, mondjuk egy 90 hektár fölötti
területtel és kis állattartó telettel ellátott közepes mezőgazdasági vállalkozásnál éves szinten több 10 millió forintos megtakarítás érhető el. Ezért úgy gondolom, hogy valóban ez a jövő, és nekünk ezt kell tanítanunk.